Operett délutánra várta a Füzesabonyi Városi Könyvtár a helybelieket szerdán. Ha sikeresen elnyert, nyis a könyvtárral a tudásért pályázat, nem csak tanfolyamok, szakkörök szervezésére ad lehetőséget, hanem kulturális programokra is. Ennek köszönhetően lépett föl Szél Anikó és Sztanislav László a városban. A két év alatt 4 rendezvényt tudok ez alapján megszervezni. És ez az első alkalom, ahová egri művészeket hívtam, Szél Anikót és Sztanislav Lászlót. A következő szervezés alatt van, december közepén lesz. Miért pont az operettre esett a választás? Hát ez kedvelt műfaj az idősek körébe, és ez az élethosszig tartó tanulásba, ez beleillik, én úgy érzem. Kevelem a jelen kis hadszári, hadszacári, hadd legyen a száraz számé. Kiesni a vén, hogy ingyen, csipkés kis hálóinget, ha valami hajlósan tekint rám, az a végén mennyben jár. Kollégámmal, Sztanislav Lászlóval egy operettműsorral készültünk, ami egyébként nem csak operettekből áll, hanem sanzonokból, slágerekből. Nagyon vidám, úgyhogy reméljük, hogy jól fognak szórakozni. Mint például, miket hallhatnak majd itt a közönség? Hát például a Laci énekli a Szalon Spitz című slágert, valamint én az Egy kis rúzs, egy kis hús, Légy az icipici párocskám, Szerelemhez nem kell szépség, Gyere csókolj meg Tubicám. Hát ilyen nagyon híres slágereket, amit tudnak majd velünk együtt énekelni. Kitapasztaltuk, hogy melyek azok a slágerek, amiket jobban ismernek, amit tudnak velünk énekelni, úgyhogy azokat hoztuk ma is, hogy kapcsolódjanak be és énekeljenek velünk nyugodtan. Még annó plében, valamikor régen, volt egy híres Orfeu, egy Orfi Orfeu. Ott reggel végig, ezt a kis csaj véri, s így mulat a publikum, hogy azt mondja? Kedvelem, hogy jelen,